Üdvözöllek a Tudatos Karrierépítés sorozat második részében. Én Nagy Zsolt vagyok. Ebben a részben áttekintjük, hogy mit kell tennünk ahhoz, hogy piacképes maradjon a tudásunk hosszú távon, illetve hogy mire számíthatunk a következő 10-20 évben, hogy a szoftverfejlesztést kezdünk el tanulni. Megszűnik a munkánk, vagy vannak lehetőségek azon túl, hogy automatizálják a feladatainkat? Van esély arra, hogy a szoftverfejlesztők 10 vagy 20 év múlva is el fognak helyezkedni? Hát ezt meg fogjuk nézni most ebben a videóban. Ezen kívül foglalkozni fogunk a szabadúszó pálya előnyeivel, amit ugye nem sokan hangoztatnak, főleg a különböző bootcampek és az egyetemi oktatás továbbra is vezet, és ebben leginkább alkalmazottakat képeznek, miközben a szabadúszó pálya nagyon sokszor kevesebb munkával több pénzt adhat neked, hogyha néhány fontos képességre fókuszálsz. Végül foglalkozni fogunk a külföldi munkavállalással is, ahol egyszerűen azt tudjuk felhasználni, hogy a külföldi kereslet-kínálati viszonyok miatt ugyanazért a munkáért lényegesen több pénzt vihetünk haza. Persze, mind szép és jó, kérdés az, hogy piacképes marad-e a tudásod. Ezért kerestem egy-két statisztikai adatot. Növekvő fizetések, egyre nagyobb kereslet, ez az, ami jellemző. Lehet, itt van a templatemonster.com-nak a blogja például, ami a webfejlesztőknek a fizetését jelzi előre. Lehet neki hinni, vagy nem, ez más kérdés, de gondolom reprezentatív volt eléggé. Én ezt látom itt Németországban, hogy amikor 50 ezer euróért kerestünk egy évben a szoftverfejlesztőket, pár éve sokkal könnyebb volt találni, mint ma. Mert ma már azt mondják, hogy nem, inkább elmegyek ehhez és ehhez a céghez 55 vagy 60 ezer euróért, neki fizetik. Ne szórakozz velem, hogy most 50 ezer eurót adsz nekem egy évbe, ez nem piacképes, hogy emeld fel a fizetésed a piaci értékre, és akkor tárgyalhatunk. Nagyjából erről szól a piac, persze ezt nem így mondják ki, de a fizetéstárgyalásnál nem igazán tudjuk azokat az árakat kérni, vagy ajánlani, amiket pár évvel ezelőtt. És ugyanezt tükrözik az ingatlanárak is, hozzáteszem. Ugye az ingatlanárak meghatározzák valamennyire az életszínvonalat, a fizetéseket, és ez jelenleg felfelé megy, hogy meddig az egy másik kérdés, de hirtelen nem fognak a fizetések nagyon csökkenni. Egyesült Államokban látszik, hogy évi 15% növekedést előrejeleznek a pozíciók számában, amire szükség van. Egyre több pozícióra lesz szükség, és mivel az anyag, amiből válogatni lehet, az eléggé sokféle, ugye a szoftverfejlesztői tudás, nagyon nehéz betölteni ezeket a pozíciókat. Komolyan, hogyha megnézzük a headhuntereket, akik ugye a fejvadászok, általában 20% éves fizetés a díjuk azért, hogy egy valakit beajánlanak egy céghez. A fizetés 20%-a, ez alsó hangon 10 ezer euró, 50 ezeres fizetésnél, de 15-20 ezer, tehát ennyit keresnek mondjuk egy valakivel, akit felvesznek egy céghez és bent is marad. Na most, hogyha ennyit megéri egy cégnek kifizetni azért, hogy egy szoftverfejlesztőt megtaláljanak, aki dolgozik is és tud dolgozni, akkor láthatjuk a kereslet-kínálati viszonyokat, hogy mennyire nehéz jó szoftverfejlesztőt találni. Tehát ez alapján erősen érdemes tanulni, mert egy viszonylag belátható időn belül lesz egy nagyon jó portfóliód, el tudod magad adni és el tudsz kezdeni dolgozni azokért a fizetésekért, amiket látsz. Vagy, ha nem akarsz dolgozni, ez is egy lehetőség, itt van a szabadúszó pálya. Megnéztem, hogy 63 euró az óradi Németországban egy átlagos szoftverfejlesztőnek, ugye itt van ez a freelancer, ez a Verzeichnis, Frontend Entwickler, tehát nem átlagos szoftverfejlesztő, hanem átlagos frontend fejlesztőnek, és hát 63 eurós óradi nem rossz. De egyébként a 600-800 eurós napi díj is lehetőség Berlinben, és egyébként pont ma néztem egy 800-tól 1000 euró, nem, 800-tól 1000 svájci frankos napi díjú frontend fejlesztői ajánlatot Zürichben. Ezek mind lehetőségek, ezek féltől egy éves munkák is lehetnek. Érdekes. De hogyha nem ebbe az irányba megyünk, akkor egy másik irányban lehetőség van ilyen freelancer oldalakon dolgozni, mint az Upwork és társai,
ahol egy idő után el lehet kérni ezt a 63 eurós díjat, és itt nem arról van szó, hogy milyen papírod vagy milyen végzettséged van, hanem arról, hogy először olcsón dolgozol, amíg tanulsz, tehát fizetnek, amíg tanulsz, aztán a jó visszajelzésekből felépítesz egy profilt, és akkor majd mindenki téged akar. Erről van szó általában, de közben építed, amikor éppen nincsenek megrendelőid, építed a személyes márkádat. Hogyha ezt munka mellett meg tudod csinálni, már pedig hozzáteszem, nappal dolgozol, este meg az Egyesült Államok van ébren, és akkor meg ők dolgoznak. Tehát hogyha egy olyan munkát végzel, ahol nem fáradsz le agyilag, és van egy pár óra szabadidőd, akkor mondjuk egy ilyen 3-4 órás szabadúszó munkát, vagy egy ilyen kisebb hétvégi munkát el tudsz vállalni. Te osztod be az idődet, határa csillagos ég, aztán amikor már rájössz, hogy többet keresel a szabadúszó munkáddal, mert megkaptad azokat a visszajelzéseket, és emelhetted az áraidat, tehát többet keresel a szabadúszó munkáddal, mint a rendes munkahelyeddel, akkor megjön az egyértelmű löket, hogy akkor ezt tudnád mondjuk 8 órában is csinálni, vagy 6 órában, és ott kell hagyni a munkahelyet. Még az adórendszer is támogat, mert ott van a katás adózás, 5%-ot befizetsz nagyjából, hogyha kimaxolod, tehát pontosabban 50 ezer forintot, nem tudom azt pontosan hány százalék, mert 12 millió forintig, és akkor 50 ezeret kell fizetni, ha vonta valami ilyesmi a téma, én nem használom, mert külföldi vagyok, úgyhogy ez egy nagyon jó lehetőség. Tehát amint elmondtam az elején, a kezdetekben a fő előnyöd az, hogy olcsón végzed a munkádat, miután megtanultad demonstrálni a képességeidet. Tehát építesz magadnak egy portfóliót, leviszed az áraidat, megkapod az első ügyfeleidet, ők elégedettek, adnak neked jó visszajelzést, és utána emelheted az árakat. És egyébként 100 dollár fölé is lehet emelni az árakat. Sőt, ismerek valakit, aki 1000 dolláros óradíjért dolgozik. Ő konzultáns, és olyan speciális dolgokat alakít ki egy cégen belül, ami a profitabilitást megnöveli elég alaposan, tehát kifizetik ezt az összeget. Itt látsz két példát is, az Upwork, meg a néhány egyéb ilyen freelance jobs, további szabadúszó oldalak. Ezeket mind meg tudod nézni, ott vannak a lehetőségek, ott van az, hogy miket kell tanulni hozzá, és ezeket a dolgokat sajátítjuk el ebben a tanfolyamban. Említettem, hogy kétféleképp tudunk munkát végezni, vagyis külföldre dolgozni. Az egyik az, hogy kiköltözünk, ez az egyértelműbb. Ugye EU-n belül odamész, ahova akarsz, hogyha Magyarországról nézed. EU-n kívül viszont az a helyzet, hogy ha én ki akarnék menni Amerikába dolgozni, intéznék nekem a vízumot, sőt az Amazon még ki is költöztet. Más cégek is kiköltöztetnek egyébként ilyen különböző szolgáltatással, Facebook, Google, stb. És nagyon egyszerű a módja. Egyébként nem javaslom az amerikai munkavégzést, mert az adózás az eléggé furcsa az Egyesült Államokban, és lehet, hogy az életed során után fognak követni, hogy ott dolgoztál, és akkor fizes. De ez nem egy akkora csapda, ennek utána lehet nézni. De a másik lehetőség az, hogy Magyarországról dolgozol külföldre, akkor Magyarországon vagy adóalany, az is lehet, hogy a katás adózással. Nekem is vannak texasi ügyfeleim például. Ott akár alkalmazott, akár egyéni vállalkozóként, katás adózás évi mennyi, 12x50 ezer forint plusz valami ilyen apró egyéb költségek, meg lehet, hogy a könyvelőt kell fizetni, és akkor mit tenni, hogyha 12 millió forintból marad neked 11 millió, akkor gondolom örülsz neki. Mert ez azt jelenti, hogy majdnem nettó havi 1 millió forint bevételről van szó, és nincsenek igazán költségeid, mert szoftvert fejlesztesz. Amíg van ez a lehetőség, érdemes kihasználni, mert nagyon könnyű. Még az olcsó árak mellett is jól meg lehet belőle élni. Ja igen, és voltak ezek az internet marketinges baromságok, meg a network marketing, ugye ezek a kedvenceim, hogy ugye ez a pay it forward, tehát hogyha már nem használod a termékeket, amiket eladnak, nálad rácsóztak, jó drágán, akkor legalább szervezve másokat, akik szintén meg tudod tenni, és akkor talán visszatér az ára. Nem erről van szó a távmunkában. A távmunka, ez egy ugyanolyan munkavégzés, mint hogyha bemennél egy irodába programozni itt Magyarországon. Én 2008-ban távmunkát végeztem főállás mellett. Kicsit bonyolultabb volt, mert volt egy heti 4 napos főállásom, és volt emellett egy távmunka lehetőség, ahol egy máltai cégnek irányítottam bizonyos marketing tevékenységeit. Szoftverfejlesztőként, és ezt kapcsolatok alapján meg tudtam szerezni magamnak. Rendesen fizettek minden hónapban, ugye jutalékot, akkor nem volt alapfizetésem, hanem jutalékot kaptam,
de szerződésem volt velük, aztán kiköltöztem oda, és akkor alapfizetésem is lett. Erről szól a dolog. Egyébként utána meg visszatértem a szoftverfejlesztésbe viszonylag hamar, mert én nem egy értékesítő típus voltam, meg hiányoztak ezek a technikai kihívások. De nézd meg, hogyha nem hiszel nekem, ott van a Stack Overflow-nak a Remote Developer Jobs oldala, de van egy ilyen munka oldal, meg a remoteok.io, egy ilyen távolban is végezhető munkákat összesítő oldal, ahol meg tudod magadnak nézni, hogy mondjuk, hogyha JavaScripthez értesz, akkor mire van szükség. Tapasztalat nélkül nyilván ez nehezebb, de hát akkor szerez magadnak tapasztalatot, és akkor utána ilyen munkák között is tudsz válogatni. És ha szerencséd van egyébként, szerencsét azt angolul ugye luck, és ez egy rövidítés, van egy mozaik szó, hogy hívják, ez a kifejezésnek a rövidítése, hogy labor under correct knowledge. Tehát munkavégzés a helyes tudással megtámogatva, ez a szerencse. Úgyhogy ha megcsinálod magadnak a szerencsédet, akkor akár ilyen távmunka lehetőségeket is megszerezhetsz. Én nem ígérem, hogy meg fogod szerezni, mert ez nem egy egyértelmű dolog tapasztalat nélkül, mert kicsit nehezebb az, hogy rábízzák egy teljesen kezdőre a munkájukat. Egyébként meg lehet csinálni, tehát hogyha ez érdekel, hogy hogyan lehet ezt megcsinálni, megmondom, hogy hogyan. Elmész interjúzni a portfólióddal, meg minden egyébbel, demonstrálod, hogy te ezeket tudod, aztán, hogyha nem vesznek fel, akkor azt mondod, de én nagyon szívesen dolgozom ingyen 2 hetet. Vagy ha azt látod, hogy több helyre nem vesznek fel, akkor lehet, hogy ezzel indítasz, hogy én egy pár hét ingyenes garanciát vállalok, és hogyha beváltam, nem kell velem foglalkozni, csak mondd meg, hogy mit csináljak, én végzem a munkámat, hogyha tetszett, amit csináltam, akkor utána vegyetek fel, ha nem, akkor pedig legalább valami pozitív visszajelzésért cserébe szívesen megcsinálom ezt a 2 hetes munkát, és akkor utána gyűlnek a pozitív visszajelzések az oldaladon. Szuper lehetőség, hogyha én most kezdenék szoftvert fejleszteni, lehet, hogy ezzel a módszerrel dolgoznék, meg közben tapasztalatot gyűjtesz, és akkor, hogyha csinálod egy pár hónapig, lehet, hogy nem lesz belőle sok pénz, de ettől függetlenül tapasztalatot szerzel, és egyre könnyebb dolgod lesz az interjúkon is. Okay, most jön a bálványrombolás, vagy illúzió rombolás. Ugye nekem annak idején azt mondták, hogy azért keresek pár százezer forintot maximum kezdőfizetésbe, és azért nem keresem meg a külföldi 30-40-50 ezer eurókat, akármilyen pénz nem volt. Ja, akkor már volt euró, igen, akkor jó, tehát eurókat, mert a külföldie és struktúrában többet ér az adott munkavállalónak a munkája. És éppen ezért, hogyha te 10.000 eurót viszel haza egy évben, de ő 50.000-et, akkor az azért van, mert az ő munkája annyit ér. A tied meg ennyit, mert ennyit tud belőled a cég kihozni. Ezt én akkor is egy kicsit furcsának találtam ezt a magyarázatot, inkább átverésnek, mert jelentkeztem például egy világ legelterjedtebb operációs rendszerének a kitaláló cégéhez, és amikor oda jelentkeztem, akkor a HR-nél végződött az interjú egyébként, mert megkérdezte a fizetésigényemet, akkor én mondtam simán, hogy hát én nagyjából ennyire számítok, mert nem nagyon foglalkoztam taktikával, meg semmi ilyesmivel, akkor mondtam, amit akartam. És a HR-es úgy érzem, hogy valami ilyen emlékeimben fel tudom idézni, hogy köhögött, vagy lehet, hogy félre is nyelt, de azt mondom, lehet, hogy talán a juttatásokkal együtt esetleg meg tudjuk ezt adni, de nem valószínű. És akkor ott elvesztette egyébként. Nekem semmi kedvem nem volt egyébként a Graphisoft Parkba leutazni a város másik végéből minden nap, több mint 1 órát, azért, hogy mit olyan hozzám megjönnek egy viszonylag alacsony fizetés. De ugyanennél a cégnél, máshol pedig 5-10-szer annyit kerestek, ugye akár a pályakezdők is más országban. És akkor itt jött az első szoftverfejlesztési vezetőmnek a története, aki egy cégben dolgozott, Németországból vagy Svájcból, vagy valamilyen német nyelvterületről jött egy munkatársa, keresett nagyjából 10-szer annyit, ugyanazért a munkáért. Ugyanazon a helyen, mert Magyarországra küldték át mondjuk egy fél évre. És akkor megtartotta a magasabb fizetését, és jött Magyarországra. Nem adott 10-szer annyi értéket a céghez. Sőt, a fejlesztési vezetőm több értéket adott, mert nagyjából láttam, hogy mire képes, és ez a másik pedig eléggé kényelmesen dolgozott.
Tehát ez a struktúra, ez lehet, hogy van benne valami, hogy kevesebb üzleti lehetőség van Magyarországon, mint mondjuk Németországban, de ezek a fizetések úgy vannak kialakítva a szoftverfejlesztésben, hogy az ország viszonylatait nézik, és keresletkínálatról van szó, tehát amennyiért a piacon elvállalják a munkavállalók, annyit fizet a munkaadó, de nem többet. És ez mondjuk egy kicsit összefüggésben van a bérleti díjakkal, tehát Magyarországon könnyebb irodát bérelni, mint mondjuk Németországban, olcsóbb is, meg az adókkal, meg egyéb dolgokkal, de ettől függetlenül a munkavállalónak az értéke Magyarországon aránytalanul alacsony a munkavállalás. De hogyha elmegyünk mondjuk Romániába, vagy Bulgáriába, meg Ukrajnába is, akkor látszik, hogy ott meg még rosszabb a helyzet. Úgyhogy Magyarország annyira nem rossz most már, mert kicsit felfejlődött a béreknek a színvonala is, de ettől még nem egy túl jó kiinduló pont, főleg, hogyha azt látjuk, hogy elmehetünk mondjuk külföldre sokkal több pénzért. Nézzük ezt a Németország dolgot, mert tényleg itt voltam már jó sok éve, és meg először én is azt hittem, hogy fú, hát Made in Germany az egy ilyen nagy minőség, még ilyen precízek. Nekem ezt mondták mindig a gyerekkoromban, a német az precíz, német precizitással kell dolgozni. Hát nagyon nem. Kezdjük ott, hogy a munkahelyen, ahol dolgoztam éveken át, a német munkavállalók kisebbségben voltak. Nagyjából egy ilyen 10% talán német, vagy 20. Van közöttük tényleg nagyon jó szakember, de van közöttük nagyon kényelmes és nagyon rosszul dolgozó is. És általánosságban azt vettem észre, hogy a német munkavállaló kényelmes, kap 26 szabad napot és akármennyi korlátlan beteg szabadságot. És ezt ők mind ki is használják. Németországban van egy ilyen törvény, hogyha valakinek a gyereke megbetegszik, akkor ő otthon marad betegszabadsággal, mert ápolja valamelyik szülő. A német törvények olyan szinten védik akár a pszichopata munkavállalót is, hogy nagyon nehéz eltanácsolni a cégtől. Írásban ugye figyelmeztetni kell többször, és utána is valami olyan indokot kell találni, hogy például vétett a szabályzat ellen. Tehát az, hogy nem végzi elég jól a munkáját, hogyha egy állandó szerződést kapott, nem, az nem indok, akkor maximum csak nem emeljük a fizetését, és előbb-utóbb kikopik. De hogyha nem alig dolgozik valamit, de azt mondja, hogy de hát ez a tőlem tehető legjobb, akkor ott marad a helyén. És sajnos ezzel elég sokan vissza is élnek, eléggé kényelmesen dolgoznak viszonylag sokan. És az, hogy Németországban mi a helyzet, tehát ahogyha valakit kirúgnak, akkor elmegy a jobcenterbe, ez ilyen munkaügyi központ, vagy micsoda, és a fizetésének megkapja a kétharmadát. Hónapokon keresztül. Annyit kell felmutatnia, hogy én kerestem munkát, interjúztam, csak nem vettek fel. És ez egy eléggé nagy probléma. Az átlagos tudásszint eléggé alacsony, és általánosságban ugye ezek a magukat nagyon okosnak hívő és tudálékos emberek, akik valójában csak a látszatát művelik ennek az egésznek, azt hiszik, hogy nagyon okosak, de valójában nem. És éppen ezért van, aki arrogánsan viselkedik, és van, aki pedig azt hiszi, hogy neki járnak dolgok ott a munkahelyen. Tehát például az, hogy ő 5 napot dolgozik, de abból kettőt mentorálással kell töltenie, hogy őt mentorálja a vezetője. És a vezetője rendelkezésére kell, hogy álljon 2 napon keresztül. Tehát magyarul fizetjük őt 5 napon át, abból 3 napot dolgozik, 2 napot fizetjük, hogy tanul, és valaki más is fizetünk, hogy tanítja. Szerinte ez a fair dolog. Hát nagyon nem az, nem is kapta meg ezt a lehetőséget, nagyon frusztrált lett tőle az illető, és utána felmondott. És utána elment egy másik munkahelyre, és folytatta ugyanezt az okoskodást. Semmi köze nincs. Magyarországon ilyet nem tesznek meg az emberek, vagy és nagyon ritkán, mert itt, hogyha valaki ezt csinálja, akkor kivágják, nem? Hát Németországban nem feltétlenül. Úgyhogy itt egy eléggé kényelmes hely van. A legtöbb német startup az egy olyan ötleten dolgozik, amit Amerikában már megvalósítottak. Mert ott megy az innováció, Németországban meg lemásolják. Semmi különös nincs ezen. Persze itt is van innováció, Németországban is vannak nagyon jó lehetőségek, nagyon jó munkaerő is, mint ahogy mindenhol megvannak a top emberek, de semmivel se jobb, illetve nem sokkal jobb a helyzet, mint mondjuk Magyarországon. Sőt, bizonyos szempontból a jóléti társadalom
A túlélési ösztön teljesen elnyomta a legtöbb embernél, és ezért nem akarják annyira a sikert, nem dolgoznak olyan lelkiismeretesen. Tehát, hogyha megtanulsz lelkiismeretesen dolgozni, kimész mondjuk egy ilyen környezetbe, akkor kapkodni fognak utánad. Erről van szó. Ezt kell becélozni. Történetet, amit itt olvashatsz, hogy az első vezetőm azt mesélte, hogy ugyanazért a munkáért egy német munkatársa 10-szer annyi pénzt vitt haza, mint ő, ezt már egyszer elmeséltem. Ugye a rendszernek vannak fenntartói, az ő céljuk az, hogy elhitessék veled, hogy a te munkádnak az értéke alacsonyabb, vagy kevesebb értéket termel, mint egy külföldi munkájának az értéke. Ez nem feltétlenül igaz, vannak bizonyos tényezők, amik tényleg közrejátszanak, mint például a bérleti díjak és az adók, de ettől függetlenül az árakat a kereslet és a kínálat alakítja, és a magyarországi helyzet az diktálja, hogy jobban rászorulnak az emberek a munkára, mint mondjuk máshol, ezért nyomottabbak az árak. Fejlődést azt lehetett tapasztalni, de nem akkorát, hogy annyira megugorjanak a fizetések, hogy itt sok millió forintot lehessen hazavinni szoftverfejlesztéssel. Tehát mi a megoldás? Kézenfekvő, hogy külföldre dolgozni Magyarországról és a katásadózásnak az előnyeit kihasználni. Ez az egyik lehetőség, 12 millió forintig nagyon jól működik. A másik lehetőség pedig, hogy kiköltözni külföldre, akár csak egy pár évre, és hogyha annyira haza akarsz jönni, mert kérdés, hogy haza akarsz-e vagy nem, ugye mindenki ezt egyénileg el tudja dönteni, akkor egy olyan céghez mész külföldön, amelyiknek van egy magyarországi leányvállalata, és kérvényezed azt, hogy hazaköltözhetsz, vagy otthonról tudj munkát végezni. Nézzük, hogy mennyi fizetést kereshetsz meg, mondjuk alkalmazottként. És hogy ez mitől függ? Függ attól, hogy mennyit tudsz, attól, hogy hogyan tudod ezt prezentálni, meg milyen soft skill-ekkel rendelkezel. Főleg vezetői képességek még egy plusz pár 10%-ot minimum megdobnak a fizetéseden. Ugye a személyes márkád, a prezentáció az, hogy mehányan ismernek, tehát hogyha több millióan ismernének a YouTube-ról, mert te építetted meg mondjuk valamelyik keretrendszert, amit használnak az emberek, ha például te írtad volna meg a React-et, vagy a Vue.js-t, vagy akármi mást, hogy te lettél volna a kitalálója, akkor valószínű bármelyik cégnél tárt karokkal fogadnak. Függ a cég üzleti modelljétől, ami egy bizonyos ország kockázatot is magában hordoz. Függ az ország gazdasági helyzetétől, és általában a világgazdaság helyzetétől is, mert hogyha mondjuk nincs elég munkahely, vagy a kereslet kínálatnál az emberek jobban rászorulnak a munkavállalásra, akkor lemennek az árak. És függ az adott piac, ahogy mondtam, kereslet-kínálati viszonyaitól, ez is fontos. De nagyon fontos kihangsúlyozni, hogy független attól, amit a magyarországi munkaadók egy része, főleg a HR el akar veled hitetni. Mert a HR, a Human Resource, emberi erőforrás, nekik nem az a céljuk, hogy téged képviseljenek, hanem az, hogy a céget képviseljék. Mindig a céget képviseli a HR. Ők megpróbálnak úgy feltüntetni magukat, hogy ők érted vannak, de nem. Aki érted van egyébként javarészt, azt úgy hívják Works Council, tehát a munkaügyi tanács, hogy lehetne ezt lefordítani, szakszervezet talán ez a magyarországi a megfelelő. Németországban 100 ember fölött, tehát 100 alkalmazott fölötti cégeknél kötelező Works Council-t létrehozni, és ott tényleg nagyon küzdenek a munkavállalóért, akár az üzleti érdekek ellen is. De Magyarországon ez nem biztos, hogy így van, mások a törvények valamilyen szinten, és a HR az nem téged képvisel, ez a legfontosabb. Akárhogy tüntetik fel magukat, akármennyire barátkoznak veled, vagy akármennyire próbálják elhitetni, hogy jaj, hát a fizetésemelést adunk, és most ez a maximum, amit most tudunk adni. De hogyha mondjuk 2 hét múlva odamész hozzájuk egy állásajánlattal, hogy akkor most ezt fogod elfogadni, hogyha nem adnak 30%-kal nagyobb fizetést, akkor elgondolkodnak rajta, hogy esetleg megadják a 20%-ot vagy a 25%-ot, akkor is, hogyha addig csak egy 3%-os emeléssel szúrták ki a szemed bizonyos cégekben. Nem mindenhol van ez így, és a könyvemben le is írtam, hogy nem így kell előre haladni, hogy fenyegetjük a munkaadónkat, hogy na akkor most elmegyünk a másik céghez, és akkor most onnan hozunk egy ajánlatot, és akkor erre reagáljatok. De bizonyos helyzetben érdekes volt látni, hogy hogyan reagálnak a cégek ezekre a dominó helyzetekre. Mert tényleg most gondolj bele abba, hogy mi a cégnek az opciója.
Az egyik az, hogy elenged téged, hogy menjél a másik céghez, és akkor valakit fel kell vennie a helyedre. Felvehet egy szabadúszót kétszer annyiért, vagy beindíthatja a felvételi procedúrát, és az neki 10-20 ezer euróba fog kerülni. Mert ugye, hogyha a fejvadász annyit el tud érte kérni, 20%-ot az éves fizetésedből, ami alsó hangon 10 ezer euró, akkor azzal összemérhető annak a költsége, hogy egy jó szoftverfejlesztőt, hogyha te jól végzed a munkádat, akkor tehát mennyiért tudnak megtalálni a cégen belül. Tehát neked van egy ilyen előnyöd, hogyha jól dolgozol és megismernek a cégen belül. Tehát a munkád értéke az, amit a piacon ki tudsz alkudni. Néha sajnos ehhez ki kell menni a piacra, hogyha a cég nem működik veled együtt, de ha tényleg jól végzed a munkád, akkor küzdeni fognak érted, mert a legtöbben nem végzik túl jól a munkájukat. És hogyha nem tetszenek a feltételek, keres jobb piacot. Tehát például, hogyha most a McDonald'sban sütögeted a hamburgereket, pár száz forintért óránként, nem tudom mennyi, hogy 800 forint az óra, de hogy fogalmam sincs, hogy mennyi. Itt Németországban minimálbér olyan 10 euró óránként. Ha maradni akarsz a hamburger sütögetésnél, akkor menjél egy másik országba. Mondjuk ott más költségeid is lesznek, tehát nem biztos, hogy jobban jössz ki, de többet keresel. De egy még jobb lehetőség az, hogy megtanulsz szoftvert fejleszteni, és akkor nem pár eurós órabért fogsz keresni, hanem hogyha nagyon olcsó leszel, akkor mondjuk olyan 10-15 eurót óránként, és akkor állnak sorba az ügyfelek. A sorozat harmadik részében olyan jóléti társadalmakban ritka képességeket fogunk áttekinteni, amelyekből hiány van külföldön.